Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és jöhet az újabb karantén. Lesz itt egy kis ukrán gabona, szennyezett gabona, amit le akarnak nyomni a torkunkon. Aztán beszélgetünk arról, hogy milyen lenne Dobrevék alatt a szociáldemokrata kormány. Egy éves az árnyék kormány, az Orbán rendszer egyetlen kormányzóképes alternatívája. Majd jön a Momentum, akik felnyitják a szemünket. Elhallgatják önelől az igazságot. És végül itt lesz jó barátunk, a munkát kenyeret póló büszke vörös tulajdonosa, Komjáti Imre. A vidék 40%-a, Budapesti 19%-a létminimum alatt él. Tartsatok most is velünk! Kezdjük a mostani sláger témával, az ukrán gabonával. Mármint, amit ők gabonának hívnak, de valami genetikailag módosított, szennyezett ótvarról van szó. És hogy is áll a dolog? Az EU engedélyezi, hogy egész Európába teríthessék. Magyarország, Lengyelország és Szlovákia azonban nemzeti hatáskörben megtiltotta a behozatalát. Mit csinálnak az ukránok? Fenyegetőznek, megsértődnek. De hát miről is van szó? Itt van egy, nem tudjuk, hogy honnan, hogyan állították elő, honnan származik, mivel van szennyezve, de tudjuk, hogy nem oké. Tudjuk, hogy genetikailag módosított, hogy senkinek nem kell. Ezért úgy gondoljuk, hogy talán ez nekünk nem oké. Van két igen komoly okunk rá. Az egyik az, hogy nem szeretnénk, hogyha a magyar piacot, a magyar embereket elárasztaná ez a szemét, ez a szennyezett cucc. Mert ilyenkor hol vannak a környezetvédők, hol vannak az embereket védők? Sehol. A másik pedig, hogy gazdaságilag is nagyon-nagyon gáz. Mert hogyha bejön, akkor leviszi az árakat, és a saját magyar gazdáink hoppon maradnak. Na ezt vették észre a lengyelek, meg a szlovákok, korábban a románok és a bolgárok is. A bolgárok kihátráltak, a románokról nem tudjuk, ők szeretnek az utolsó pillanatba átállni mindig valahova. Na de mi ezt nem akarjuk. Az ukránok pedig beperelnek minket. És akkor ilyenkor eszembe jut az, hogy a büdös fenébe lehet az, hogy egy ország, mint Ukrajna kimondja nyíltan, hogy de ez ukrán érdek, tehát nyomjuk le a torkotokon. De az, hogy mondjuk magyar érdek, lengyel érdek, szlovák érdek, vagy bármilyen érdek, az nem számít. Az a fontos, hogy ukrán érdek. Ezért mindenkinek el kell fogadni. Teljesen el vannak tévedve. A másik legnagyobb hazugság pedig az, amikor azt mondják, hogy hát az éhező afrikaiak elől vesszük el ezt a gabonát. Ha-hó, nem vagyunk teljesen hülyék, hiszen a tranzitot mindegyik ország megengedte. Magyarul szépen át lehet jutni, át lehet vinni. Magyarország segít, engedélyezi, lehet menni Afrikába. Csak ugye azt felejtik el elmondani, amit egyébként minden normális ember tud, hogy ezek bizony nem Afrikába készülnek ezek a gabonák. Ez a rossz minőségű ótvar gabona, ez bizony az EU piacait akarja elárasztani. És amilyen hülye az Unió, hagyja is. Mi meg nem. Ezért beperelnek minket. Szláááá, kakaino! Hoppá! Ехать некуда! Ростовское СИЗО! Na de akkor most még egy kérdést hadd tegyek föl. Kedves DK, kedves Momentum, Tompos Marcika az ukránok nagybarátja, hol vagytok most? Hol vagytok, amikor védeni akarjátok a magyar kisembereket? Mert mi van a magyar gazdákkal, ezt engedjük? Most az ukránok popsijának nyalása tovább folytatódik? Vagy esetleg véletlenül azt mondjátok, hogy van valami nemzeti minimum, zárójelben nem hiszem, hogy ezt fogjátok csinálni, amikor el lehet mondani, hogy igen, ebben összefogunk, mert nehogy már lenyomják a torkunkon. Egyáltalán maga az ötlet annyira gáz, annyira visszataszító, hogy ez hihetetlen. Azt a szót mondtam, hogy visszataszító? Hát ez a jelző már a DK-hoz nagyon-nagyon illik ismét, menjünk tovább egy ilyen pszichotrillerrel, vagy horrormesével, mert bizony a DK előjött egy okossággal, és ők azt mondják most, hogy nézzétek meg, hogy milyen lenne most az ország, ha Dobrev Kláráék szociáldemokrata kormánya irányítana. Na, akkor mindenki hívja segítségül a Jóistent, és nézzétek meg ezt a rettenetes féregséget. A Dobrev kormány letörte az Orbáni inflációt.
most már nem az árak, hanem a bérek emelkednek. Az európai minimálbér bevezetése óta a magyar fizetések is elkezdtek felzárkózni az európai bérekhez. Valószínűleg az van, hogy másképp érzékeljük a valóságot. A Dobrev kormány negyedévenkénti nyugdíjkorrekcióról döntött, hogy megőrizze a nyugdíjak értékét. A Dobrev kormány áfa csökkentése miatt már nem a magyarok fizetik Európa legnagyobb élelmiszer drágulását. Megindult a hazánknak járó uniós pénzek kifizetése, miután a Dobrev kormány csatlakoztatta Magyarországot az Európai Ügyészséghez. A lónak a faszát! A Dobrev kormány leállította az akkumulátorgyárak építését, és vendégmunkások helyett jól fizetett magyar munkásokra épül az új gazdaságpolitika. Hát komolyan mondom, ekkora férged! A Dobrev kormány kitűzte Magyarország euró bevezetési céldátumát. A hírre nagyot erősödött a forint. A Dobrev kormány adócsökkentése miatt továbbra is 500 forint alatt marad a benzin és a gázolaj ára. Ismét a Fidesz adócsökkentési elképzeléseit szitta Gyurcsány Ferenc. A kormányfő azt hangoztatta, be kell fejezni az adópopulizmust, mert felelőtlen és hazudik az, aki ma radikális adócsökkentést ígér Magyarországon. A lehető legnagyobb adócsökkentésre van szükség. A rezsimoratórium bevezetése miatt senkinél sem kapcsolták ki a gázt és az áramot. S mondja! Csak a szotyolát köpködi rohadt módon a stadionban, vagy köp a nemzetére is! Mondtam én, hogy embert próbáló lesz, és sokan szoktátok írni, hogy néha csak úgy bírjátok ki, hogy pattintotok egy felest vagy egy sört. Hát én nem mondom azt, hogy igyatok. De azért a sör szerintem ilyenkor mindenkinél belefér, mert ez valami elképesztő, valami olyan undorító. Éreztétek ezt a 2010 előtti rohadt bűzt? Faj! Mert akkor ment ez a sikerpropaganda, miközben tönkretették az országot, miközben ellopták az emberek pénzét, a devizahit. Hát az, hogy kiárusítottak mindent, a saját vagyonunkat. Jó vásárt itt most csak az csinál, aki mindent elvisz, nem csak hamukát. Nem lopott az áru, csak nincs kifizetve. Merészelnek beszélni a rezsiről ezek, amikor 30-40%-okkal emeltek mindent? Áfa csökkentésről mernek beszélni, nyugdíjasokról? Atya úristen, hogy ahhoz azért tényleg igen vastag bőr kell a pofán, hogyha valaki képes azután, amit ők csináltak, megígérni a Kánaánt. Mert már az, kedves barátok, mindenki, aki figyeli ezt, már az nagyon durva, hogyha valaki azt mondja, hogy minden jó lesz. Minden. Ez is, az is, amaz is. Az igazat akarom hallani. Földobom a bakancsot. Legyen őszinte hozzám. Végem van, ugye? Semmi komoly. Helyre fog jönni. Egy-kettőre meggyógyul, meglátja. Ilyet nem lehet ígérni, mert soha nem lehet betartani. De főleg azok az emberek ne ígérjék, akik egyszer már tönkretették az országot. És pont ezekben a szegmensekben voltak a leggusztustalanabbak, amiket itt megígérnek. És egyébként ez még tartott egy-két percen keresztül, de egyszerűen nem tehettem bele mindent. Köszike! De konkrétan mindent megígértek. Itt minden volt az eurótól kezdve, addig, hogy itt konkrétan az örök életig eljutunk. Na meg persze az ingyen sörig. Úgyhogy aki talán egy picit emlékszik még rá, hogy mi volt 2010 előtt, annak nem is kell felfrissíteni az emlékezetét. De ugye pont most derült ki, hogy van már egy olyan generáció, akik nem tapasztalták meg ezt a gyurcsányféle undorító országrombolást. Na hát nekik ajánljuk ezt a pár másodpercet, amiben azért csak ugye a zanzája megvan, mert ezek a tények, hogy ti mit csináltatok. És most azt mondjátok, hogy ti fogjátok rendbe tenni a nem létező gondokat. Csökkentsük az elektromos áram árát. A villany pedig 10-14%-kal drágul majd. Ez szeptemberben valójában újabb áremelés követi, amikor a középső áfa kulcsot, ahová a legtöbb élelmiszer is tartozik, 20%-ra emelik. Nem lesz lakossági gázáremelés. 5000 forinttal kell majd többet fizetni a gázért egy 50 négyzetméteres lakásban élő családnak. És nem ezt mondtuk? Lett lakossági gázáremelés? Gázáremelés, villanyáremelés, jövedelemadó emelés, áfa emelés, járulékemelés és új adók. Akkor újra kérdezem tőle, lett a lakossági gázáremelés? Gázáremelés. 30%-kal emelkedik a gáz, 10% fölött az áram lakossági ára. Nem lett lakossági gázáremelés. Na, hogy tetszett? Nem akarok én alkoholistát csinálni senkiből,
De ilyenkor tényleg eszébe jut az embernek, hogy úristen, ez hogy lehet kibírni? Hogy itt van, felfrissítjük az emlékezetét mindenkinek. De csak úgy gondoljátok végig, ti normális emberek, ha valami gáz csináltok, valami nagyon aljas dolgot, amire nem vagytok büszkék, vagy tegyük fel, hogy valahogy elboronáltátok, utána oda mentek azokhoz az emberekhez, akikkel kicsesztetek, és az arcukba nyomjátok, hogy egyébként mi ezt nagyon jól meg tudjuk csinálni. Miután először sikerült mindent tönkretenni. Na, ők gondolkodás nélkül megoldják, sőt, még ráígérnek, mert 2002-ben is ezt csinálták, és 2006-ban is. És utána jött a hatalmas bukta. Majd ugyanez a társaság tényleg még egyszer eljut az örök életig, a kánoánig, az ingyensörig, mindenig. És most ezzel jönnek Gyurcsányék. És maga ez az egész, hogy ez a boldog breaking news, és akkor Dobrevék mindent megoldottak. Mindig van, az elmúlt években mindig volt egy üvegplafon a DK fölött, először 1%-os pártocska, aztán 5%-os párt, aztán 10%-nál sose leszünk többek, na jó, EP választás, de a 15% a csúcs, és most a 20% van. Én nagyjából az 55%-os üvegplafont lőttem be magamnak, úgyhogy nagyjából ez a dolognak a célja. Dobrevék! Atya, úristen, tényleg a jó Isten óvjon minket attól, hogy ezek ide kerüljenek, már maga az borzasztó volt nézni, kivert a hidegveríték, amikor azt láttam, hogy mintha arról lenne szó, hogy ők tényleg kormányon vannak. Ne, még egyszer a büdös életben. Na de majd a Momó, mert ők a friss erő. Elmutatják nektek. Elhallgatják ön elől az igazságot. Eltitkolják előlünk, hogy lehetséges a jövőbe és múltba utazni. Bort isznak, és vizet prédikálnak, terelnek, hárítanak, másra mutogatnak. Brüsszelre, a háborúra, a szankciókra, azokra a szankciókra, melyeket Orbán Viktor ettől egyig megszavazott. Mindenki más a hibás, csak az nem, aki 13 éve kettőharmaddal kormányoz. Bazi nagy állat vagy! Miközben a kormány hazudik és terel, addig egyre súlyosabb megélhetési válság sújtja a magyar családokat. Fogd be a szállat, kekurevtyomúj! Ki kell mondanunk az igazságot. A Fidesznek köszönhető, hogy itthon minden ennyire drága. Rossz gazdaságpolitikájuknak köszönhetően rengeteget gyengült a forint. És ráadásul kételenek hazahozni az Európai Uniós pénzeket. Kuláznom kell, Dilo! Gondolkodtam egy picit, hogy érdemes egy ekkora barmot beletenni a műsorba. Mert hogy ez már unalmas, tényleg. Aztán arra gondoltam, hogy de hát a Momentumról beszélünk, a friss erőről, az új generációról. Hát hadd lássa már mindenki, hogy milyen ötleteik vannak, milyen vízióik, hogy hogyan szeretnék megváltoztatni az általuk rossznak gondolt világot. Ez sikerült. Egy ilyen zavaros, demagóg katyvasz, ahol egyébként konkrétan semmi nem hangzik el, csak annyi, hogy minden rossz. És minden rosszért Orbán Viktor a felelős. A világ minden nyomorúságáért, az összes háborúért. Sőt, szerintem azért is, hogy az egész univerzumban nincs más lakható bolygó. Biztos vagyok benne, hogy ezt is Orbán intézte el. És ez a hülye, ráadásul mindenki mást néz hülyének, mert nyíltan kimondják, hogy felvilágosító kampány. Tehát aki velük nem ért egyet az 5%-os Momentummal, az hülye, mint a seg, és majd természetesen ők felnyitják a szemünket, mindannyiunkét, akik nem úgy gondolkodnak, mint ők. Konkrétan hülye a vidéki, hülye az az agglomerációbeli vagy budapesti, aki esetleg azt mondja, hogy jobboldali Fideszre szavaz, és ezek az emberek konkrétan nyíltan megint gombának néznek minket, és azt mondják, hogy na majd akkor mi megmutatjuk. És mit mutatnak meg? A nagy semmit. Az, hogy utáljunk, gyűlöljünk, rohadt Orbán, szemét Fidesz, mocskos jobboldaliak, már miket beszélek. És persze azok a szemét keresztények, mert azok is mindig csak bezavarnak. Na, hát Lőcsei mester, tanuljál inkább valamit, akár egy szakmát. Szépen éljél becsületesen, talán majd elkezdesz gondolkodni is egyszer. Bár nem biztos, hogy megvan a megfelelő szürke állomány hozzá, de a takaréklángelme az biztosan itt van. És kimondtam azt a szót, hogy takaréklángelme, most már nem először, és azt hiszem, így aztán igazán méltó, hogy Imrével fejezzük be.
Komjáti Imrével. Nem tudnak az emberek vásárolni. Nem lapos tévét nem tudnak venni, és nem villanyautót nem tudnak venni, hogy vidéken mondják. Azt a nocskos, büdös parasztjam. Hanem ennivalót nem tudnak venni. Ezért mi azt mondjuk, hogy az tűrhetetlen, hogy miközben egyébként bődületes gazdagodást látunk és urizálást látunk, közben több kimutatás alapján is 2 millió ember Magyarországon a létminimum alatt él, hogy dolgozói szegénység van. Kapsz egy akkora sallert, hogy megkibbansz, te Kavics király. Hát, a vörös pulcsi ugyan elmaradt, de a leninista gondolatok, azok továbbra is itt vannak velünk. Mert mit kell csinálni? El kell venni másoktól a vagyont, a rohadt burzsúlyoktól, és szétosztani az elvtársak között. Ez az igazi egyenlőség, mert milliók éheznek, ugye? Te krumplifejű barom, te hombár, te vörös proletár, te leláncolt Prométeusz. Komjáti Imre vagyok, a Magyar Szocialista Párt alelnöke. Esztergomból jelentkezem, Suzuki gyártól. Van valami magyarázata, hogy egy kerítéshez láncolt, abszurd öltözetű félmeztelen férfit miért gyurmáz le egy öreg vak utca seprő? Tegnap elmondtam, hogy betelt a büdös vizes pohár. Nem fontos, egy helyi hülye szánalmas tiltakozással. Te olyan sötét vagy, mint az éjszaka. És megint nem tudsz más csinálni, csak hergelni, ráadásul olyan kamukkal, hogy senki nem hiszi el ezeket a kreténségeket. Már senki. És azt mondod, ebben a hatalmas interjúban még valamikor, amit már nem is tudtunk beletenni, hogy ha összefogtok, akkor megveritek a Fideszt. Jaj Istenemet, hányadszorra próbáltad már meg ezt? És azt mondod, hogy a választók azok mögöttetek állnak, és hogy így ez a többség, ez aztán meg tudja mondani, hogy mit kell csinálni az országgal. De milyen többség? Hát egyrészt ezt már lejárt ez a lemez. Másrészt pedig 2%-os az MSZP. Mi a francot akarsz te többségről? Hagyjuk már ezt a bolsevik szarságot. Bár csak mások is így gondolkodnának ebben az országban. Ezt akkor, amikor dobtáros fegyverekkel a kezetekbe mondtátok el, hát akkor nem nagyon tudott senki mit csinálni vele. De lejárt az idő, bolsevikok. Lejárt ez az idő. Úgyhogy most a 2%-on lévő MSZP talán ne mondja meg senkinek, hogy mit kell csinálni, meg hogyan kell majd vezetni ezt az országot. Nektek vége? Nektek nincs értelme, hogy bármit mondjatok. Tudom, hogy erős ez a vörös karom, ez a vörös polip, de mi le szeretnénk végleg rázni magunkról. Úgyhogy mára ennyi is volt a karantén, köszönjük, hogy minket néztetek, iratkozzatok fel a csatornára, a jövő héten ugyanúgy rengeteg tartalommal érkezünk, és persze érkezik ugyanígy a vlog is, úgyhogy vigyázzatok magatokra, jó hétvégét, sziasztok!